újra emelkedő pályára állt a fizetések vásárló ereje itthon. A KSH szerint szeptemberben több mint 14%-kal emelkedtek az átlagbérek, ami meghaladta az arra a hónapra mért inflációt. Elemzők szerint a folyamat az év hátralévő időszakában is kitarthat. A reálkeresetek emelkedésével ráadásul a fogyasztás is erősödik, ami tovább húzza a GDP-t. Igazi magyar finomság, sertéscsülök péknél módra készül ebben az zalaegerszegi vendéglőben. Az étterem családi vállalkozásként üzemel, de a családtagokon kívül még 10 dolgoznak itt. Köztük a minimál béren foglalkoztatottak már decembertől, a többiek pedig várhatóan januártól magasabb fizetést kapnak. A munkáltatók miatt azért tartom fontosnak, hiszen hogy találjunk megfelelő képzett munkaerőt, ezért ezeket a szakképzett munkavállalókat meg kell fizetni, tehát ez miatt is fontosnak tartom. Nyilván a munkavállalók miatt is fontosnak tartom, hiszen nekik a megélhetésük ez, hogy az drága élelmiszereket, amik most kompenzálódtak valamelyest, hogy meg tudják venni, tudjanak megélni egy normális szinten. Az étterem dolgozóinak a fizetését már a nyáron is emelték, de nem csak itt, hanem számos más vállalkozásnál is nőttek a keresetek, amit a KSH legfrissebb adatai is alátámasztanak. Így szeptemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 557.900, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 384.900 forint volt. Vagyis a bruttó és a nettó átlagkereset egyaránt 14,1%-kal emelkedett egy év alatt. Mindez azt jelenti, hogy a reálbérek is növekedtek, mégpedig 2022. augusztusa óta először 1,7%-kal. Vagyis szeptemberben megtörtént a fordulat, újra növekedő pályára állt a fizetések vásárló ereje. Ezt a gazdaságfejlesztési miniszter hangsúlyozta közleményében. Nagy Márton szerint a reálbérek emelkedését azt tette lehetővé, hogy a kormány októberre egyszámjegyűre szorította le az inflációt, amihez olyan célzott kormányzati intézkedések járultak hozzá, mint az online árfigyelő, vagy a 2024. június végéig meghosszabbított kötelező akciózás. A miniszter néhány napja egy gazdasági konferencián már jelezte, hogy fordulatot vár a reálbérekben. A jövő inflációt 5-6% közé teszi a kormány, és azt gondolja, hogy míg az idén az infláció leszorításának éve, jövő év a gazdaság növekedés helyreállításának az évnek kell, hogy legyen. A reálbérek szeptemberben fordulnak, kis pozitív növekedést tud felmutatni, majd ezután évben növekednek, amely alapja a fogyasztás helyreállásának, amivel együtt az ipar is helyreáll. Ha ugyanis többet ér a pénzünk, akkor nő a fogyasztás, ami az ipart arra ösztönzi, hogy növelje termelését. Ez pedig tartós növekedési pályára állíthatja a gazdaságot, amit az is erősít, hogy az infláció csökkenésével párhuzamosan csökkennek a kamatok is. Ez segíti a gazdaságnak az erősödését, segíti azt, hogy a szereplők hitelből is tudjanak már beruházásokat végrehajtani, és látjuk is ezt a szép beruházási számokban. Ez azt fogja jelenteni, hogy a gazdaság dinamika sokkal-sokkal jobb lesz Magyarországon. Nem csak annál, ami az előző négy években volt, ahogy ezt a GDP-t is mutatja, hanem annál is, amit más országokban láthatunk. Jövőre minden komoly gazdasági előrejelző intézet szerint a régióban Magyarországon lesz a legnagyobb GDP növekedés. A kormány számításai szerint a gazdaság akár 4%-kal bővülhet majd, a GDP bővülés pedig lehetőséget biztosít a bérek további emelkedésére. Elemzők szerint a legkisebb keresetek növekedése amúgy is felfelé húzza a fizetéseket, amelyek az előrejelzések szerint a következő évben 2 számjegyű növekedést érnek majd el. Mivel a kormány és az elemzők is jövőre 6%-os inflációval számolnak, így 2024 egészére jelentős reálbér növekedésre van kilátás.